Közlekedés biztonsági tanácsokkal próbálja csökkenteni a közúti balesetek számát a Szabolcs szatmár bereg Megyei Balesetmegelőzési Bizottság. Március elején a motorosokat is felkészítették az idei szezonra. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban Sziksa Tihamér, a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára. Jó napot kívánok, Jó kívánok. kívánok! Ha jól tudom, akkor a napokban egy nyíregyházi motoros egyesület hívta meg önöket előadásra. Gyakori egyébként, hogy a motorosok elhívják a hatóságot, hogy adjanak tanácsot. Igen, azt hiszem ez mindkét fél részéről idézőjelben gyakori, hiszen van, amikor ők hívnak minket, van, amikor mi invitáljuk őket egy, -egy ilyen közlekedésbiztonsági napra vagy programra. Tehát ez kölcsönös közöttünk. És mi a tapasztalat ilyenkor egyébként, mennyire, mennyire tájékozottak a motorosok a közlekedés terén? Úgy gondolom, hogy azok, akik eljönnek ezekre a közlekedésbiztonsági napra, vagy minket hívnak egy ilyen napra, ők azok, akik tesznek is a közlekedésbiztonságért, sokkal nagyobb problémát jelentenek nekünk azok a személyek, azok a motorosok, akik csak úgy motorosok, hogy felülnek a motorra, nem gondolnak át bizonyos dolgokat, nem vesznek részt motoros közösségi életben, nincsenek idézélben kontroll alatt, hiszen ezért egy ilyen motoros klub a tagjaival sokkal nagyobb kontrollt tud biztosítani, mint az úgymond egyénileg közlekedők. Tehát akkor jó egy csapathoz, egy egyesülethez tartozni mindenképpen, mindenképpen. a motorosok részéről is. Javasolja egyébként, hát még egyelőre március közepénél járunk lassacskán, javasolja, -e, hogy, hogy motorra pattanjanak azok, akik nagy szerelmesei ennek a mi fajnak. Természetesen, viszont azt azért tudni kell, hogy át kell gondolni bizonyos dolgokat, hiszen a paraméterek még nem ugyanazok, mint majd mondjuk nyáron lesznek. Az aszfalt hideg, hiába jó le a tapadás a gumi és az aszfalt között nem lesz olyan, mint mondjuk nyáron, amikor akár nyúlik is a gumi, tehát sokkal nagyobb tapadás biztosít. Itt kanyaroknál uh, irányváltáskor fokozottan kell erre ügyelni. De hát nyilvánvalóan fel kell készülni erre az új motoros szezonra, hiszen azok a jó reflexek, amik voltak még mondjuk augusztusban vagy szeptemberben, azok bizony megkoptak, nem ült motoron az illető, most hirtelen felül rá, és bizony át kell gondolni azt, hogy honnan kezdjen fékezni, hol kezdje a kanyarodást, és nagyon sok összetevője van ennek a dolognak. Felkészülés, hogyan zajlódjon akkor egy ilyen felkészülés, mit javasol? Több úton, módon zajlik ez a felkészülés. Egyrészt magát a járművünket fel kellene készíteni erre az új szezonra, megnézni, ki hogyan tette le a járművet, megfelelően gondosan konzerválva, vagy pedig csak letámasztotta. Hát nyilván életet kell csiholni ezekbe a járművekbe, és azzal, hogy a járműbe életet lehel, már ezzel készül az új szezonra, hiszen a kezelőszerveket, magát a járművet újra a karjaiba veszi, újra be, vagy becsukott szemmel is fogja majd tudni, hogy megkezelőszerv hol van. Át kell gondolni bizonyos közlekedési szabályokat, amik ugye autósként nem vonatkoztak rá, vagy máshogy vonatkoznak motorosként rá, tehát át kell ezeket a szabályokat is gondolni, illetőleg magát az egész közlekedést át kell gondolni olyan téren, hogy egy viszonylag gyorsabb, vagy sokkal gyorsabb, sokkal másabb paraméterű járműben ülünk, máshol kell elkezdenünk fékezni. Tehát sok átgondolással jár ez, és a legfontosabb talán az átállásnál magában az, hogy fejben átgondoljuk ezeket a dolgokat. Ebben nagy segítséget nyújt maga a rendőrség is, hiszen több megyében, több helyen, több helyszínen szervez motorosoknak ilyen felkészítő tréninget a legközelebbi és legnagyobb az például majd a Hungaroringen lesz a közeljövőben, de addig is érdemes erre felkészülni. Tehát akkor ugye az egy dolog, hogy fejben, de az is érdemes, hogy mondjuk én tényleg ilyen nagyon lassan ráülök a motorra, és akkor, akkor igazából nem tudom, lakott területen, vagy ilyen, ilyen lakóövezetben tényleg csak nagyon-nagyon lassabb, vagy egy nagy parkolóban ott tesztelgetem a gépjárművet? Hát lehetőleg ne lakóövezetben, <laughs> <laughs> hanem próbáljuk meg egy olyan helyen, ami kevésbé forgalmas úton bet tartva nyilvánvalóan a szabályokat, de ettől sokkal jobb egy zárt pályán, akár úgy is, hogy az ember fizet érte, és fizetett oktatókkal, vezetéstechnikai szakoktatókkal megtenni ezt a úgynevezett próbakört, hiszen nagyon sok olyan hasznos szabályokkal fog bővülni, hasznos ismerettel bővül majd a tudástár, ami akár életet is menthet, akár mondjuk egy fékezésnél az első hátsó fék eh, százalékának használata, hogy célszerű, hogyan áll meg eh, legjobban a motor, hogy célszerű elkerülni egy ütközést, mikor érdemes a motort elborítani, mikor érdemes a motoron ülve maradni. Tehát nagyon sok rétegű ez a dolog, ezt érdemes mindenképpen szakember segítségével elsajátítani. Aki már részt vett ilyen tréningen, az pedig megtanult, hogy melyek azok. A gyakorlatok, amivel edzésben tudja tartani magát, illetőleg vissza tudja hozni azt a tudás szintet, amivel az elmúlt időszakban rendelkezett. Ennek a beszélgetésnek azért is van létjogosultsága, mert, hogyha jól tudom, akkor tavaly eléggé nagy számban történtek motoros balesetek megyénkben. Igen, Arányai itt... véve, arányaihoz véve. Igen, tehát úgy kell vizsgálni ezt a dolgot, hogy sokkal több személygépkocsi van. Körülbelül egy húszszor annyi személygépkocsival találkozhatunk útjainkon, mint motorkerékpár, illetve regisztrálva ennyi van a megyében, és ez még mindig azt jelenti, hogy a motor szezonális. Tehát még ha csak a húszszorosát nézzük a szorzó számként, még akkor sem biztos, hogy eleget mondtunk, és ebben a tekintetben már nagyon nagy a motorosok részvételi aránya. Számszakilag talán nem is olyan sok, hiszen a tavaly évben 50 motoros történt baleset, történt megyénkben, de ha mondom felszorozzuk ezzel a bűvös számmal, amit ha akarunk innen nézünk, ha akarunk onnan nézünk, de mindenképpen sokszorosát kell vennünk, akkor viszont már nagy számot mutat, és azért azt tudni kell, hogy bizonyos kutatások szerint motorral való közlekedés esetén 60-szor nagyobb az esélye a személy sérülésnek. Hogy, hogyha a baleset történik, akkor általában ki a vétkes, a motoros vagy az autós? Hát ez általában ki a vétkes, általában az egyik a vétkes. milyen szabályszegés történt, azt mindig egyedileg kell vizsgálni, hiszen nem mondhatjuk a motorosokról, hogy a motoros a, a hunyó, az autós, mindig az autós a hunyó, nyilván az adott közlekedési szituációk fogja meghatározni. Biztos, hogy vannak Nagyon olyan tévhitek. Igen, biztos, hogy vannak olyan sztereotípiák, mi szerint a motoros lehet a hibás, mert biztos, hogy gyorsan ment. Azért a védelmük érdekében hagy jegyezzem meg, hogy ez egy dinamikusabb jármű, amikor ő mondjuk elindul egy lámpától a következő lámpáig, ő tréfásan azt szoktam mondani, hogy elszív egy cigarettát, mire Pista bácsi a kis autójával megkeresi az egyest, felengedi a kuplungot odaér, és neki nyilvánvalóan, meg ugye hanghatással is máshogy nyilvánvalóan az az érzete lesz, hogy ez, 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 biztos, hogy gyorsan ment, miközben csak dinamikusabban gyorsul. Hogy, hogy, a baleset történik mégis, akkor ha mondjuk az autósok részéről mi a jellemző probléma? ilyen történik baleset? A balesetek jellemzően a motorosoknál Ugye a sebességet nem szabad kifelejtenünk, és ez nagyon sok mindent hoz magával. Mondjuk autósok részéről a balra bekanyarodás. Ugye elkezdi a balra bekanyarodást, közben már előzi egy motor. Alapvetően a motort észrevenni sokkal nehezebb, mint egy autót, a kiterjedése miatt is, tehát sokkal figyelmesebben kell a motorosok felé lenni a gépjárművezető, gépkocsi vezetőknek. Ugyanez mondható el arra is, hogy már nem lesz ideje a gépkocsi vezetőnek reagálni, hogyha nem vette észre időben. Tehát ez az egyik jellemző mód, amikor bekanyarodik a gépkocsi az őt előző motoros elé. A másik ugye az a gyorshajtás a motoros részéről. Ez a gyorshajtás, ez nem minden esetben jelenti a, a relatív gyorshajtást. Sokszor elég az, hogy nem az útviszonyoknak megfelel megy, és azért nem nehéz megyünkben olyan kátyút, gödröt találni, amiben motorosnak belehajtva azért balesetet okozhat. Tehát sok összetevője van. Uh -huh. Említette, hogy itt azért fizikálisan is fel kell készülni. Hát azért ez nem egy könnyű sportág, ugye a motorozást. Hogy, hogyha hosszabb túrára indul valaki, akkor egyébként mit javasoljon? Mert ugye ezért mostanság ez is dívik, hogy valaki elmegy mondjuk a hegyekbe egy több ezer kilométeres túrára. Hát a több ezer kilométeres túránál egy kis párnát vigyen a fenek alá mindenképpen, de alapvetően maga az egyik legfontosabb a védőfelszerelés tehát a ruházat, a bukós isat, Sokszor látunk, talán nem is mindig motorosoknál, nem segít motorkerékpárosoknál, és azért egy szó hogy ki rájuk, ők sokkal nagyobb arányban okozók a baleseteknél, mint a motorosok. Tehát egy picit veszélyesebb, talán nem is tudom, több van-e belőlük, de minden, mivel azokat nem regisztrálják, de minden esetre sokkal több balesetben vesznek részt és sokszor lett, találkozunk olyan védőfelszerelés, ami nem is védőfelszerelés, tehát nincs jóváhagyás hiány, mondjuk sisakként használ, használja a nagypapa második világháború sisakját, akár extrém esetben ilyen is történik. Mindenképpen javasoljuk azt, hogy megfelelő minőségű bukósisak, védőruházat, protektoros védőruházat, kesztyű és csizma legyen a motoroson, főleg, hogyha hosszabb útra indul, és nagyon vigyázzon arra, hogy ne száradjon ki, alkalmas legyen a vezetésre. Tehát folyamatosan a folyadék utánpótlás, főleg egy nyári nagy melegben, a hegyekben való motorozás, Bizonyos tekintetben reakció növekedést okozhat ezáltal. Tehát mindenképpen veszélyessé válik, erre tudatosan ügyelni kell. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Nagyon szívesen.